A hét elején a Bánki tornacsarnokában elkezdte a felkészülést a Sunshine Jigse. Az NB2 keleti csoportjában legutóbb harmadik helyen végző együttes szakmai munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja. A harmadik harmadosztályú szezonjára készülő együttes játékos kerete még alakulóban van, az biztos, hogy Tisza Bálint tanulmányokok miatt ősztől már nem lesz ott a csapatban. Több fiatal kosaras érkezhet, mellettük pedig a rutint, a korábbi nyíregyházi kedvenc Bráne Szavics képviseli majd a pályán. Aki követi a kosárlabdát és szereti a kosárlabdát, talán örömmel fogadja azt a hírt, hogy Bráne Szavics ismét munkába állt, azt a részét, ami az ő karrierében, de ezt majd ő is el fogja mondani természetesen, a profi pályafutás jelentette, azt ő lezárta. Kosárlabdától nem szeretne elszakadni, igazából nagyon örülünk, hogy itt a nyár folyamán úgy alakult, hogy a családja itt van Nyíregyházán, itt tanulnak a gyerekei, és a mi nagy örömünkre játékosként, és elsősorban azt a nagyon sok tapasztalatot, amit ő játékosként megszerzett, azt a csapat érdekében tudja fordítani. Úgy, mint játékos, de én azt gondolom, mint legfontosabb, és talán egy indító karrier is a szakmai vonalban, mert ez mindenkinek a hasznára válhat, és nagyon nagy örömmel fogadjuk őt, és nagyon jó munkát kívánunk itt neki. Bízunk benne, és nem csak bízunk, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy segítség lesz az együttesünknek. A nyíregyházi csapat mellett Debrecenben és Jászberényben is szereplő, valamint Franciaországban is légióskodó irányító számára picit furcsa lesz, hogy a profik után amatőrök között szerepel majd. Ezt kell nekem kicsit gondolni otthon, hogy mert ez a csapatsport, és ez a lényeg, hogy csapat jó lesz. És nekem kell kicsit gondolni otthon, hogy nekem lesz kicsi másik szín, ami volt. Nehez lesz, mert én mindig csináltam 100% minden nagyon erős, és most már kell picit gyengebb edzést csinálni. Remélem valamit tanultam ez a 30 év, mikor kosaras voltam, és hát nekem nem ez a első opció, hogy edzol leszek, ez csak plusz. Amit mondtam, nekem most ez a biznisz, amit indul, ez nekem lényeg. Ez sok plusz van, és szerintem tudom mutatni és tanulni sok. Nem tudom, én voltam irányító, és szeretem ez, amit én játszottam, tudom legjobb mutatni. Nem tudom, vezetéslabda, ritmus, ez. A nyíregyházi csapat több felkészülési meccset is tervez a bajnoki rajtig. Az NB2-ben október elején rajtul a 2017-2018-as szezon.